Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, itt a Józsi Mond Városa Könyvtárban. A 90. ünnepi könyvhét orosházi programjainak mai rendezvényén. Egy igen sűrű hét egyik kiemelkedő programján vagyunk most, hiszen mindig, amikor orosházi kötetet, orosházi íróhoz, költőhöz kapcsolódó kötetet mutathatunk be, az különösen öröm. Ez a mai pedig egy, még ha lehet, még ennél is speciálisabb, érdekesebb, különlegesebb könyvemutató, hiszen egy olyan könyvet mutatunk be, aminek korábban még nem volt könyvemutatója, ugyanakkor már jelentős története van. Ugye a Bagolyőrs vigyáz, ami egy évtizede, hogy megjelent, ugye? Egy év, 10 évvel ezelőtt jelent meg. Ez a mostani kötet egy kicsit átdolgozott, javított kiadása, és azt hiszem, hogy azt elmutatjuk róla, hogy ez az a kötet, ami elindította Jártó Rózsát az irodalmi pályáján. Úgyhogy nagyon fontos kötetről beszélünk, és aki beszélgetni fog az a szerzővel, az nem más, mint dr. Kovács Gyula, a kiadónak a képviseletében, ugye? És mint alkotótárs, és szeretettel köszöntöm Önt is, illetve szeretettel köszöntöm a kötetnek a szerzőjét, Jártó Rózsát. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok! Köszönöm szépen! Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Már lassan én is orosházi leszek, bár igaz, hogy Békés Csabán lakok, de ugye többször jövünk együtt Rózsával könyvbemutatóra, és most én kaptam meg a szót. Hát még talán annyit tennék hozzá, hogy miután Róza író, én meg zeneszerző vagyok, nekem is van egy, a Kovács Gyula névből lett egy Der Kovács Gyula nevű, hát az Arcisius által is bejegyzett művész neve, úgyhogy ezen a néven tulajdonképpen dolgozom és ezen publikálok. A mai nap valóban egy különleges abból a szempontból, hogy 10 évet jubilálunk. És az az érdekes, hogy körülbelül 10 éve volt, amikor Rózsával ismét összekerültünk a neten keresztül. Mi 30 éve ismerjük egymást, és valahogy ugye egyszer összehozott bennünket a sors ismét, és annyira összehozott, hogy szinte napi kapcsolattá vált, sőt, kiteljesedett ez a kapcsolat. A Rózsának akkor már megjelent a Bagolyőrs könyve, és én azt kaptam elsőnek ajándékba. És hát nagyon-nagyon tetszett nekem, de sajnos csak egyetlen könyvecske volt, és Rózsának is már addigra elfogyott ez a könyv. Igen ám, de akkor már készülőben volt neki a második könyve. A második könyve a Lábnet, az internetes ismerkedés világa. 2013-ban volt, amikor hát mi abban az évben megalakítottuk, elhatároztuk, hogy csinálunk egy kis kiadót, ilyen házi kiadót, saját kiadványaim céljára. Ennek ugye az volt a háttere, hogy én nyomdavérnök vagyok, és nekem hát mondjuk a könyvszerkesztés az természetesen a szakmám, és mint ilyen, ugye be tudtam mindjárt kapcsolódni Rózsának a második könyvébe, ezt jelentettük meg ugye 2013-ban. Nem sokkal egy idő után már kiderült, hogy Rózsának már van egy csomó, hát egyéb írása, szép, egyik szebb, mint a másik novella, és ezeket a novellákat a következő évben, ez már 14-ben volt, kiadtuk Golgoták és Kisderek címen. Ez egy nagyon, hát számomra nagyon megkapó és nagyon érdekes volt abból a szempontból is, hogy mindjárt a borítóján például egy Róza által birtokolt ikon van egy Szent Ritáról, amelyet egy fonyódi művésztársunk, Sies Zsuzsa csinált, alkotott, és Rózsának ajándékozta. Hát föl is került mindjárt a könyvre, mert úgy találtuk, hogy Golgoták és Kisderek a téma komolyságánál fogva megérdemli, hogy fölkerüljünk egy ilyen ikonnak a másolatát is föltegyük a könyvre. Közben kiderült, hogy hát azért Róza nem csak prózákat írt, de verseket is. És hát az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy a
amikor a neten újra is összeismerkedtünk, akkor például elküldött nekem egy verset. És ugye ez a vers lett, hogy mondjam, az újraismerkedésünk, az újra a barátságunknak szinte egy kiinduló pontja lett. És hát ugye ez is belekerült ebbe a következő kötetbe, ez már ugye 2015-ben volt, ennek a címe Anya, nézd, egy szép virág. Hát a címadó vers az megint egy olyan vers, ami hát nagyon-nagyon érdekes módon keletkezett. Róza majd erről majd még egy-két szót mond, de a lényeg az, hogy én magam is arra az álláspontra jutottam, hogy ezt a verset, miután meg is zenésítettem, meg egy másik versen együtt, el is küldtük. Egy Ausztráliában abban az időben volt egy nagy ilyen zenei verseny, és hát ott mi is részt vettünk. Ebből a verses kötetből egyébként egy CD is keletkezett, egy zenés CD, amelyben 17 verset zenésítettem meg. Majd amíg a zenékről visszatérnék, de most folytatnám a sort tovább. A következő kötetünk, ugye ez tavaly jelent meg, a Jártó Róza Sors szimfóniáknak. Ez is egy elbeszélés sorozat, illetve van benne néhány hát egyéb téma is, néhány vers is, sőt egy-két ilyen tanulmány, illetve emlékezés költőtársakra. Közben érdekes módon, hogy az én lányom, aki szintén Békés Csabán él, és magyar-orosz szakos tanár, ő írt egy könyvet, amit szintén a tavalyi év legelején, illetve az előző évnek a december végén adtuk ki karácsonyra. Ez pedig a Kovács Tória Vermoda 4-es. Tehát ez szintén a mi kis kiadónak a kiadványa. És hát végül ugye ebben az évben a várva várt Bagolyőrs Vigyáz is megjelent. Tehát ez a tár, ez a mi kincsünk, amit mi igyekszünk ugye mindenképpen olyan formán terjeszteni, hogy hát el is adunk belőle, de nagyon sokat elajándékozunk, és hát úgy gondoljuk, hogy a szép irodalom az mindenképpen megérdemli azt, hogy kemény fedelű legyen, és olyan szép megformálású legyen. Mint szakember, hát erre nagyon sokat adtam, és próbáltam ezeket a könyveket igazán hát ilyen módon kiadatni, és hát van a Gyulai Dürer nyomda, ahol a munkatársaim dolgoznak, és hát ugye ők vették kézbe ezeket a műveket, és hát nekem ilyen értelemben könnyű dolgom volt, meg tudtam csinálni. Hát néhány szót szeretnék még a zenékről szólni. Én például valamikor gyerekkoromban én is 10 évig tanultam hegedülni, meg szimfonikus zenekarban is játszottam. Én egy életre elköteleződtem a komoly zenének. Gyerekkorom óta tulajdonképpen ezt hallgatom, és ez az, ami engem értet, és alkotásokra is serkent manapság. Hát néhány dolgot szeretnék bemutatni. A legelső egy ilyen lemez, klasszikus zeneművekből szerkesztett önálló kis zeneművek. Ezek még nem rendelkeznek szöveggel, ez csak instrumentális hát zene. A Karácsony éjjelén címmel ilyen karácsonyi hangulatú dallamokat szerkesztettem. Rá egy évre, amikor Jártó Rózának ugye megírta már a könyvét, és már a kiadás alatt volt, akkor én ugye már említettem, hogy 17 verset ebből megzenésítettem. Na most ez a megzenésítés nem úgy történt, ahogy általában szoktak, hogy na, van valamilyen kapható, vagy valahol szerezhető zene, amit ingyen le lehet tölteni, és akkor levágunk egy darabot, és alá tesszük. Nem, itt ezek a zenék szerkesztettek. A zenék önállóan is érvényesülnek, mindegyiknek van valami kis bevezetője, befejezése van. Ha arról van szó, hogy érzelmi kitörés van a versben, akkor a zene
úgy van megszerkesztve hozzá, hogy ezt a kitörést szintén próbálja a maga módján a zenével fokozni, és hát ilyen módon ezek a zenedarabok egyediek, és mi úgy neveztük őket, hogy dallamokkal ölelt rímek. Tehát nem zenés vers, hanem ennél több, mert szervesen kapcsolódnak a vershez, vagy a vers szervesen kapcsolódik a zenéhez. Hát ezek között ilyen nagyon komoly zeneszerzők vannak, mint Franz Schubert, vagy Ravel, vagy Csajkovszki, Mozart, Dvorák, Frank, Bizet, Beethoven, sőt, Rachmaninov is van a legutolsó számban. Tehát ilyen formán ezek a zenék mind eredeti zeneszerzőjüknek a átirataiból vannak készítve. Később sikerült nekem szerezni olyan szoftvert, amellyel én magam tudok kottát írni, és a kotta az meg is szólal. Hát ilyen alapon elkezdtem írni a kottákat, és ilyen formán elkezdtem írni a zenéket. Először csak kisebb műveket, az orgonára írtam, szoprán és bariton szólamokra. Ilyen volt az első ilyen kis zeném, az Ave Mária. Aztán később az Ave Mária, ami tulajdonképpen az Üdvözlégy Máriának a megzenésítése, később hozzá csatlakozott a Mi Atyánk, és utolsó a Hiszek egy Istenben. Ezt most már így háromazba is kiadtam, tehát három ima van együtt, az Ave Mária, tehát az Üdvözlégy Mária, a Mi Atyánk, és Hiszek egy Istenben. Mind a három zene, ikertestvérek, azonos hangnemben vannak, orgona, templomi orgona kísérettel, és kétszólamú férfi és női hanggal. Azután kedvem támadt egy induló megírására, mintán én nyomdász vagyok, hát természetes, hogy elővettem Gutenberget. Gutenbergnek van egy gyönyörű verse, ugye ismerjük, Vörös Marti írta a Gutenberg albumba című verset, és ez annyira megihletett engem, hogy ehhez írtam az indulót. Hát ez tavaly előtt született meg. Egy-egy ilyen zenemű egyébként, miután ez már szimfonikus zene, itt már 15 hang van együtt, tehát ez már nem egy-két nap alatt születik meg, mert nem úgy, mint egy dal, hogy egy dallamot én előveszek és megírok, és akkor kész. Ez hónapok munkája, hosszú hónapok munkája. Egy-egy ilyen zenemű az majdnem olyan, mint egy, hogy is mondjam, egy kisebb könyvecske, tehát annyi munka van benne. Végül pedig még egy nagyon szép indulót írtam, az ebben az évben jelent meg, ez pedig Ady Endrének ugye a halálának a 100. évfordulója volt, és igaz, hogy a költőkről szól, de én azt a címet adtam neki, hogy Múzsák indulója, hiszen a múzsa az, ami minden költőnél, minden művésznél ott van. Tehát ez a művészeknek az indulója, mindenfajta művészeknek az indulója, de a középpontjában az induló mellett egy lágyabb rész is van, amit nem más, mint Adinak egyik nagyon szép verse, ez pedig, amit szintén Jártó Róza mond el, igen. Hát tulajdonképpen jelenleg ennyit szerettem volna elmondani a mi munkásságunkról, befejezésképpen pedig azt, hogy hát mi kérdősen alkotunk, az összes zenében ott van Jártó Róza hangja, ott vannak az én zenekaromnak a hangjai, a könyvekben ott van az én kezem munkája és az ő kezem munkája. És hát tulajdonképpen ez a 10 éves évforduló számunkra egy nagy öröm, mert hát azért elképzelhetik, hogy azért ki a könyvkiadás, akármennyire is szakemberek vagyunk, ez azért ugye sok-sok munkával és odafigyeléssel, egymásra való odafigyeléssel jár. Hát ezt szerettem volna egy röviden elmondani, és most átadnám a szót Rózának, és akkor ő majd
folytatja. Igen, és amivel összeköti ezeket a dolgokat az, hogy mind a Róza Julius kiadó adta ki, ahol a Róza én vagyok, a Julius pedig a Gyula barátom, és hát ezért is van az, hogy mi egy is oszthatatlan társak vagyunk, két személyes könyvkiadó, és hát akkor beszéljünk a 10. évfordulóról, beszéljünk a átmenetről, hogy megjelent a Bagolyőrs 2009-ben, és megjelent a Bagolyőrs 2019-ben. Ennek változatlanul jelent meg, ami benne volt, egyedül és kizárólag bővített kiadás lett, ami már megvolt, ahhoz nem nyúltunk, ami meg hozzáíródott, az pedig egy hozzá kapcsolódó rész, és így lett bővített kiadás a Bagolyőrs. A Bagolyőrsről hadd mondjam el, hogy gyakorlatilag ahogy megírtam abba pillanatban, két úriember, rögtön be is lökött a mély vízbe, hogy így mondjam. Az egyik ilyen úriember Koszorús Oszkár volt, a másik pedig Károlyi Fülöp Béla, akik, ahogy megtudták, hogy na ezeket megírom, akkor rögtön bevettek az alkotók közé. Károlyi Fülöp Béla azt mondta, hogy annak az orosházi alkotónak, akinek könyve jelenik meg, helye van az orosházi alkotók között. És rögtön be is tett az orosházi alkotók közé, és hát így orosházán is ismert lettem. Koszorús Oszkár pedig volt olyan kedves, hogy ajánlást írt a Bagolyőrsömhöz. Hagy olvassam fel ezt az ajánlást, hisz változatlan formában bekerült ebbe a könyvembe is. Nem a teljes részt, három erőteljes drámai erejű elbeszélése a vasgyűjtés, Iván, tornavizsga, szélesebb figyelmet érdemel, a megszépítő emlékezet talán még a zord időket is elviselhetőbb teszi. Jártó Róza kiskönyvének írásai különösek és egyediek, mégis a kor és a környezet általánosítására alkalmasabbak. Az ifjabbak belepillanthatnak a fél évszázad előtti időbe, az idősebbek újra átélhetik azokat. A szerző megajándékozott lelkének belső rendszerülésével, régóta őrzött történeteivel. Fogadjuk el tőle ezt az adományt, és minél többen olvassuk szépséges vallomásait. Orosháza 2009. április 8. Koszorús Oszkár. Igen, annyit fűznék hozzá, hogy ugyanezeket a gondolatokat már mostanában, ugye a neten is visszakaptuk másoktól, ugyanilyen formában szinte, hogy mindenképpen érdemes elolvasni, mert egy olyan tanulságos, és hát a mai időben, a mai egy kicsikét ugye rohanó világban ez a visszatekintés, hát egy az idősek generációnak különösen egy nosztalgiát kölcsönöd, de a fiataloknak is tetszik. Hát a bemutatom úgy folytatom, hogy a Bagolyőrsöt mutatom be, ahol a rajvezetőnknek Horváth Zoltán volt a becsületes neve, és ő tanította nekünk is az orosz nyelvet, ami az 5. osztálytól kötelező tantárgyunk volt. Zoli bácsi sokszor elmesélte, hogy milyen szerencse érte, amikor felvették a főiskola orosz tanszékére nyelvet tanulni. Ő is kimehetett a Szovjetunió Vlagyimir városába 6 hónapra élesbe tanulni a nyelvet. Abba is sokat segített nekünk, és persze mindenkinek, akit érdekelt, vagy épp tagja volt a magyar-szovjet baráti szakkörnek, hogy a szovjet pionérokkal felvéve a kapcsolatot, orosz nyelven levelezhessünk. Ezzel járultunk hozzá, hogy példamutató módon erősítsük a népek közötti barátságát, ahogy az úttörők második pontjában megfogadtuk.
így köttetne a világot átfogó és egy egész életre szóló barátságok, mondotta nekünk Zoli bácsi. Kaptunk is sok levelet, amikben mindig volt sok szép színes matrica, sok-sok bélyeg és persze csokoládépapír. Az én levelező társam, amikor megtudta, hogy papírszalvétát is gyűjtök, meg dufásdoboz papírt, mindig vagy az egyiket, vagy a másikból, de mindig küldött nekem. Így az én leveleim mindig jó vastagok voltak. Persze én is viszonoztam a szívességet, és amint megszereztem, a gagarinos szalvétákat el is küldtem minden darabját Galinának, no nem egyszerre, hanem szépen sorba, mert azért nem lehetett olyan vastag leveleket küldeni. És hát a következő rész, amit beszeretnék mutatni, egy átmeneti dolog. A Járosi Pártbizottság hivatalos helyiségében arról vitatkoztak az elvtársak, hogy ki is legyen a városom általános iskolájába a tornavizsga levezető tanára. Természetesen Eger Szegi Olga volt az esélyes a nagy esemény levezetésére, mivel ő volt a testnevelő tanár az iskolába. A munkáját nagy tudással, lelkiismeretesen végezte. Jó szervező képességgel rendelkezik, komolyan veszi a munkáját, szigorú ugyan a gyerekekkel, de igazságos, mondotta Molnár elvtárs. És persze nagyon csinos és szeret veled kiszállásra járni, ugye Molnár elvtárs? Szólt félig viccesen Varga elvtárs. Na, elvtársak, csak nyugalom, most azt kell eldöntenünk, hogy ki a legalkalmasabb arra, hogy egy ilyen komoly esemény, mint a tornavizsga, kellő gondossággal és komolysággal levezényeljék. Gondoljatok csak bele, elvtársak, hogy milyen magasrangú vendégek előtt fogják a város kisdobosai és úttörői bemutatni, hogy milyen ügyesek, sportosak, ők a jövő nemzedéke. Itt és most nincs helye a személyeskedésnek. Mi? A párt kiválasztott vezetői felelősségünk teljes tudatában kell a döntésünket meghozni. Itt egész halkra vette hangját Hegedűs Balázs, a Járosi Pártbizottság első titkára, és úgy folytatta. Azt meg ne gondold Molnár elvtárs, hogy ide elég egy helyes popsi. Arról nem is beszélve, hogy Eger Szegi Olga olyan nagy mértékű önteltséggel rendelkezik, hogy még Y-nal írja a nevét is. Jó, hogy nem gróf kisasszonynak kivatja magát. Az a világ már elmúlt, kedves Molnár elvtárs. Most kissé megemelte a hangját, úgy folytatta. Persze, az ellen semmi kifogásom, hogy olykorról kell elmész vele egy-egy kiszállásra, no de a tornavizsga az más. Ide megfontolt, gondos, a pártnak elkötelezett tagja kell, hogy legyen az, aki megválasztunk. Eztán teljesen más hangtembe, barátságos hangon kezdte mesélni, hogy milyen megtiszteltetés érte, mikor a megyei elvtársak őt jelölték arra, hogy Veszprémbe utazzon és részt vegyen a párt konferenciáján. Sok jó elvtárssal megismerkedtem ott, és közülük többel is barátságot kötöttem. Hittétek volna, hogy a mi Horváth Zolink a Veszprém megyei pártbizottság tagjának, Horváth Pistának a rokona? Kérdezte a többieket. Nem, Hegedűs elvtárs. Lám, milyen kicsi a világ, szólt Varga elvtárs. És milyen szegény, szerény gyereket a Zoli gyerek. Nem is említette a rokonságot. Most tovább megyünk. Betyár. Az úttörő, igaz, hű barát. Abba az időben már megengedték a családoknak, hogy az úgynevezett senki földjén, ami az állami gazdaság és a vasutas lakások között terült el, kis parcellákat kerítsenek el. A mi kis elkerített kertünk a kiskonyhánk ajtajától úgy 10 méterre volt. Hogy komfortosabb legyen, apánk a kerti szerszámokat és egyéb dolgokat behordotta velünk abba a sufniba, amit odaépített a kis kertbe. A sufni belsejébe pors futott végig. Arra pakolta apám a kalapácsot, harapófúgót, vésőket, amik titokzatos módon kerültek a birtokunkba.
a kis dobozokba pedig különböző méretű szegeket tároltunk, amik görbe állapotba kerültek hozzánk. Ugyan senki sem mondta, de mi gyerekek mindig is nyitott szemmel jártunk az utcán, és a tereken, és ha szöget, vagy más találtunk a földön, felvettük, és beleraktuk a dobozba, ahol azokat tárolta apánk, és mikor ráért, akkor leült a kis székre, és téglát rakott maga elé, és azon kiegyenlegette, majd méret és fajta szerint dobozba rakta. Mi gyerekek meg ott téblávoltunk körülötte, hol ezt, hol azt adva a kezébe. A következő fejezetben Ivánról mesélek, egy kis fiúról. Akinek nagyon megrendített a sorsa, gyerekkoromban a játszótársam volt. A toldai család az 57-es major szélén gazdálkodott a kicsi tanyájukat körbeölelő pár holdföldet csipkéjükön. Messze földön elismert, jól gazdálkodó család volt. Még a háborút is szépen átvészelték, annak lehetőségét is szépen kihasználva. A felesége és a gyönyörű leánya cseperedett Julika volt a büszkesége az öregnek. De eljött 1944. szeptember 28-a. A Batonyán, Mezőhegyesen, Tótkomlós irányába orosfáza felé csörtető szovjet horda jussát követelve rárontott a kis tanyára. Anyát és lányát megnyomorítva, az öreg tordait nyomorékkal verve távozott. Oda lett a tündőrkert, oda lett a híd. 1945. május 9-e nem a béke első napját, hanem Ivánt hozta el a családnak. A szépséges Julika meg rá se nézve a kis árvára, elment a felegelbe teste lelke békéjét megkeresni. A nagymama egy darabig nézte a gyereket, de mert egy csepp Julikát se látott benne, ott hagyta a nyöszörgő csöpséget a nyomorék öregnél, hogy tegyen belátása szerint. Háború volt, és ugyan kikérte volna számon egy újszülött életét. Az öreg döntött. Alig gyógyult lábcsontján csúszva vizet hozott, majd megfürdette Iván. Meglangyosított csecsketejet megcukrozta, egy száraz kenyér darabját gyorsba kötve, abba beáztatva, betette a kicsi szájába csecskiján. Hamar híre ment Iván érkezésének. Került elő bölcső, pólya, takaró, cumi az üvegre, s minden napra tehén tej, Iván meg bájos mosolyjal köszönte meg az adományokat. Imádni való kisbaba volt. Akadt olyan család, aki örökbe akarta fogadni. De az öreg tordai nem adta. Az öreg lassan, de azt is látta, ami nem volt látható. Julika lelkét a gyermek mosolyába. A nagymama meg úgy érezte, hogy a lányának nagyobb szüksége van rá, mint a nyomorik férjének, és annak a nyőszörgő micsodának. Egyik éjjel bement a kamrába, és fogott egy kötelet, a holdfénybe kisétált az útmenti fákhoz, és elment a lánya. Innentől az öreg tordai és Iván csak egymásra számíthatott. Mivel a megélhetéshez szükséges pénzt megkeresni nem tudta, az igényét a hadirokkant nyugdíjra rendre elutasította a hatóság, tordai úgy döntött, hogy oldulni fog. Kész haditerve teszelt ki. Úgy gondolta, hogy onnan az 57-es major melletti tanyából igencsak körülményes becsúszkálni a városba, hogy nap mint nap pénzt szerezzen. Ezért keresett egy üres lakást a 18-as majorba, és abba beköltözött. A tanya meg amúgy számított már. Hisz minek a tündér kell tündérek nélkül. Az ország különböző részéről érkező fiatalok imádták a tábort. A kis tábort, ami nemrég épült a Mezőhegyes határába. Pár évre a megnyitás után már csak kis tagok jöhettek ide.
Igaz az is, hogy a mi népköztársaságunkban nem volt olyan gimnáziumban vagy főiskolán tanuló fiatal, aki ne lett volna kisztag. A szállás tökéletesen megfelelt az ifjúságnak, az étel felséges volt, a munka könnyű, ráadásul minden hétvégén olyan bált rendeztek, amiben a zenét az ország legnépszerűbb zenekarai biztosították. Olyan nagy nevű énekesek jártak a címerezéseket szórakoztatni, mint Németh Lehel, vagy a méltán híres testvére Németh József. Később már Hús János, meg Ambus Kiri is rendszeres vendége volt a táboroknak, a címerezők nagy-nagy örömére. Esténként pedig jobbnál jobb filmeket vetítettek a fiataloknak. Természetesen volt ki mit tud, és volt irodalmi est. Még Szilvási Lajos, a híres író is leutazott az építőtáborba, hogy a fiatalok találkozhassanak vele. Ebbe az időbe került a tanácsháza végrehajtó bizottsági székébe Kádár Mihály. Gyönyörű és frissen felújított ötszobás villa szolgálta a beosztásához méltó lakhatást a háromtagú családnak, az elnöknek, a feleségének Évának és a hatodik osztályba járó lányának Marikának. Minden reggel két hintó állt meg a villa előtt. Az egyik Kádár Mihályt vitte a tanácsházára, a munkahelyére, a másik hintó a kislányt röpítette el az iskolába, majd visszafordulva Évát, Kádár elvtárs feleségét röpítette ki a piacra, vagy a szövetkezeti boltba vásárolni. És ez bizony nem tetszett a cukorgyári, az állami gazdasági dolgozóknak, de még a MÁV-nál dolgozó elvtársaknak se. Még itt sem, hogy tudták, hogy a párt által is elismert különleges ember volt Kádár Mihály, akit a Magyar Népköztársaság megvédése okán szerzett 1956-os érdemeiért a Szocialista Hazáért érdemrenddel is kitüntettek. A megyei párbizottság nem tehetett mást, utasította a járási párbizottságot, hogy simítsa el ezt az ügyet az elvtársakkal és Kádár Mihály között, és önmérsékletre vegyék rá az elvtársa Kádár Mihályt. Kádár Mihály nem volt buta ember. Tudta, hogy ez egy jó és nagyon is kedvére való pozíció, és mit tagadja, a családja számára is nagyon kedvező. Május 10-e. Az úttörő szereti és védi a természetet. Egy egész tanévbe ez a nap volt a legszebb. Május 10-e a madarak és fák napja. Ilyenkor az egész iskola kivonult az erdőbe. Reggel indultunk és az egész napunkat ott töltöttük. Az erdő az állami gazdaság tulajdonon volt, akik felhívták a figyelmünket, ahogy őzik, szarvasok, de még vaddisznók is vannak az erdőben, és számtalan vadon élő állat, amelynek az erdő az otthonuk. De ezeken a vadállatokon felül még számtalan kóbor és elvadult kutya is lehet megbújva, ezért csak tapatostól szabad a fák között csatangolni. Na, az interneket mi jól eszünkbe véstük, és el is osztva a vinnivalókat, elindultunk kirándulni. Az ősi zászlót a zászlófelelős Dett Marcsi vitte, de az ő feladata volt az is, hogy kijelölje azt a pajtásunkat, aki vitte tovább a zászlót, ha elfáradt esetleg a keze. Az én feladatom az volt, hogy gondoskodjam a bagolyos tagjainak a vízéről. Szerencsére a vizet nem kellett cipelni, csak a kannát, mert a víz már a tisztáson várt ránk lajtos kocsiba. Ezen felül vittünk krumplit, kolbász, sót, paprikát, és kicsit előre dolgozva összevágott hagymát is, és persze zöld paprikát és paradicsomot is. A két fiú, Seres Pali és Miszlai Janika vállalták, hogy cipelik a bokrásot, amiben paprikás krumplit akartuk készíteni. Mikor kiértünk az erdőbe, akkor vettük észre, hogy a fakanalat otthon felejtette Kati, a fakanál felelős.
Az volt a szerencsénk, hogy Kati néni, a csapatkapitányunk felkészült belőlünk, és minden volt nála, amit egy úttörő otthon szokott felejteni. Fakanál is. Osztályfőnöki órán azzal foglalkoztunk, hogy megismerjük a madarak és fák napjának a jelentőségét. Mindenki kapott egy papírlapot, ami ezeket az ismereteket tartalmazta. Ezt jól be is kellett magolni, mert itt az erdőben volt a nagy verseny. Ez a verseny úgy zajlott le, hogy a 3-6. osztályos őrs, összes őrse kapott egy-egy kérdést, és aki a legjobban felelt, az ment, vitte tovább a csapatot, amelyik osztálycsapata győzött, az meg sok csokoládét kapott. Igazán ez izgalmas nap elé néztünk. Már csak azért is, mert a kérdések között olyanok is szerepeltek, hogy mikor ünnepeljük, mikortól ünnepeljük a madarak és fák napját, meg olyan is, hogy honnan lehet felismerni a Kocsányos Györgyet, hazánk egyik legöregebb pályát, vagy a Gyertyánt a Térgéről, de az is izgalmas kérdés, hogy milyen módon biztosíthatjuk mi úttörők a madarak védelmét. Hermann Otto, a nagy ornitológus jelentette ki még 1906-ban, hogy a természetben a maga helyén minden egyenértékű, egyenjogú, legyen az akár a legparányibb légy tunkása, vagy a Vezúv kitörése. E hatalom birtokában nincs sem megvetni, sem letaposni való, s ez nagyon is érdekünk. Ezt mondta Hermann Otto azután, hogy 1902. május 19-én Párizsban egyezményt kötöttek az európai államok a mezőgazdaságban hasznos madarak védelme érdekébe. Ez az egyezmény volt hazánkban, a Magyar Népköztársaságban a madarak és fák napja bevezetésének a közvetlen előzménye. Ezt követően minden évben május 10-e a kedvelt és türelmetlenül vált évi rendszerességgel megrendezett ünnepe lett az úttörő ifjúságnak. Mondtuk, mi a vagó őrs tagjai a versenyen, s bár ne tetszett volna, mert 1960-ban hazánk neve nem Magyar Népköztársaságban volt. Abban az időben még nem voltak úttörők sem. Abban az időkben az úttörőket csergésznek hívták, úgyhogy nem mi nyertük a versenyt. Igencsak el voltunk keseredve, ezért Kati néni vigasztalt bennünket egy kedves mesével, és rávilágított a hibánkra. Az első nagy hibánk a történelmi verseny volt, ahol a kérdésre, hogy ki támadta meg a Szovjetuniót, mi azt a választ adtuk, hogy az NSK, a Német Szövetségi Köztársaság. Nem emlékeztünk arra, hogy az NSK csak a második világháború után keletkezett. Mentségünkre írták, hogy még csak hatodikosok vagyunk, és a második világháborúról csak 8. osztályba tanulunk. Meg az is a mentségünkre legyen mondva, hogy az NDK, a Német Demokratikus Köztársaság mégse támadhatta meg a Szovjetuniót, mert az baráti ország, okoskodtunk mi. Valika, gyere velem, kísérj be a fák közé, de gyorsan, mert bepisilek, szóltam így sürgetően, nekem is. Így aztán első fordulóban a hárman, Valika és Ivan és Rozi az ikre egyik fele indultunk a sűrébe elvégezni dolgunkat. Ezt is végigcsináltuk. Ahogy végignéztünk a fák között, észrevettük, hogy tőlünk nem messze Zuli bácsi is csörcet a tábor felé. Végül is a rajvezetők is járnak pisilni, gondoltam rögtön, és el is feledve az egészet, még időbe érkeztünk vissza, így mindenki mehetett a fák közé egy-egy fordulóra. A paprikás krumplink meg fel is hort. A bokrács alatt szeliden épp csak parázslott a tűz, pont annyi láng el az ételünknek. Felmártva ügyeltünk arra, hogy időbe tegyük bele a kolbászt is,
és úgy, hogy először a házi kolbászt a krumpli tetejére, majd szépen rázogatva rogyogtattuk egy kicsit, és ezután raktuk bele a 20 forintos kolbászt. Ezzel már csak pár percig főztük a paprikás krumplinkat, aztán hagytuk kialakulni a tüzet, így lassú főzéssel fejeztük be a főzést, és sikerült. A krumpli nem esett szét, a kolbász nem főtt több puhára, tökéletes volt. Tavaly úgy jártunk, hogy a főzés végén paprikás krumpli pürénk lett, úgy szétfőztük az ételt. Nem is kaptunk rá pontot, pedig az íze igazán jó volt. Mi meg úgy pürének is befaltuk az utolsó falatig. Bezzeg a mókus őrs. Már kora tavasszal friss salátát vitt a piacra, abból a kertből, amit az őrsöknek kiosztottak az iskolába, és az őrsöknek maguknak kellett megművelni. Aztán vitték a retket, a spenótot is, a borsot meg úgy vetették folyamatosan, hogy egyszerre minden magot szépen sorba, és így volt mindig a piacra szállítani való árujuk. Még szerencse, hogy mi meg is ismerjük a mondást, hogy jó pap holtig tanul. És mivel figyeltünk, tudtuk, hogy legközelebb nem fogjuk sűrűre vetni a babot, a borsót, mert ahogy kikeltek, egymásra borultak, nem fogjuk a tököt ráfuttatni a uborkára, és végre mi is elismerést fogunk kapni a kis kertünkbe. Amikor vége volt az ősi foglalkozásnak, összeértünk mindent, hogy ki mennyi pénzt gyűjtött ősi órán, kinek mennyi volt a napi bevétele, és mi szomorúan állapítottuk meg, hogy a piacon megint nem tudtunk egy fillért se árulni. Minden család félt a tavasztól. Már ősszel és télen is át kellett élni, hogy nincs élelmiszer, vagy legalábbis nem elég. Ritka volt az, mikor a boltba áru érkezett, akkor is csak annyi, hogy sorba álló töredékének jutott. Igaz, az áruszállítása rendszeres volt, csak kevés. Szinte minden család háziasszonya megtanulta a tojás nélkül tészta gyúrását. De még azt is, hogy nem kerül egy csepp zsír sem a lábos aljára, ha levest főz. Parasztok járták a házakat hordva finom tejet, túrót, vajos sajtot, tojást, füstölt húst, krumplit. Csak pénz nem volt, amiért ezeket megvehették volna a családok. Egész cserebere alakult ki, vitte a kofa, a bútort, a szebb ruhákat, a karikagyőrüket, az élelemért. Másikszer már nem igen volt a családoknál. Enni meg kellett. Azért valahogy csak elért a híra a pártvezetőknek, hogy annak, ami itt a viharsarokba kezdett kialakulni, azt ők is tudták, hogy nincs veszélyesebb az éhes, a családját óvó embernél. Az 1956-os év eseményei pedig nagyon közeliek voltak. És hogy ezt elhárítják, ezért elkezdtek szervezkedni a környező országokba. Stratégiailag is rendszerűen jó pozícióban volt a mi kis országunk, nem is a helyen volt bajunk, hanem azzal, hogy nem volt élelmünk, hogy éheztünk. Sokszor láttam, hogy apám a nem egyszer egész napos szolgálat után leült a kis székre, maga elítette a kis lábast, és száraz kenyeret aprított abba, majd a meleg vízbe kis cukrot és szódabikarbonát tett, és azt a pezsgő levet ráöntötte a száraz kenyérre, és megette. Ennyi élelemmel a gyomrába ment szolgálatba, vasútra, ahol akkor még mozdonyfűtő volt. Aztán egyik napról a másikra történt valami. A fűtőházhoz betoltak egy vagont, ami tel is tele volt élelemmel.
A bulgár vasút kommunistái küldték nekünk, az éhező vasutas családoknak. Minden család hetekre való lisztet, sírt, konzervet, befőtett lekvárt krumplit kapott a bulgár elvtársaktól. Aztán a következő hónapban megint, és aztán megint. Annyi élelmünk volt, hogy anyukák szinte minden nap sütött a finom kekszet, lekváros bukták nekünk. Amit mi gyerekek láttunk, az az volt, hogy anyám kivirult attól, hogy az ő szemefényei nem éheztek. Attól, hogy minden nap tudott főzni, és nem kellett a gyerekeit éhesen ágyba dugni esténként. Akár akkortól már más szocialista országból is sorba érkeztek az élelmiszer szállítmányok. Minden család jól volt lakva. Mi gyerekek is kikerekedtünk, igaz, hogy kopottas volt a ruhánk, de jól lakott gyerek minden szebbnek lát. Május 1-ére a munkásosztály egyetemleges és legnagyobb ünnepére a ruhagyárok legyártottak minden gyereknek egy-egy úttörő egyenruhát. Még két pár fehér tércokni is járt az egyenruhához, és mindenkinek egy pár fekete félcipő. Ezeket a félcipőket a szovjet kommunisták küldték arra a magyar gyerekeknek. Mi ugyan ezeket a szövegeket meghallgattuk, de nem igazán érdekelt senkit, hogy honnan jön a cipő a lábunkra. Nem is igazán tudtuk, hogy mi az a munkásmozgalmi összetartozás, meg a világproletáriainak az összefogása, meg miért a kapitalisták feletti győzelem a cipőt kap egy gyerek. Annak örültünk, hogy nem az a papír alapú festett valami van a lábunkon, amit addig hordanunk kellett. Annyi cipő érkezett, hogy arra biztattak minket a szülők, hogy csak hordja minden gyerek azt, mert ha elkopik, vagy kirukkad a talpa, akkor kicserélik a cipőket. Körülbelül ennyi volt az, amit úgy ismertetőül el akartam mondani a Bagolyőrsről. Úgy gondolom, hogy akinél felkeltette az érdeklődést, azt olvassa el. Úgyhogy ez volt a beszámolóm, és még elmondanám azt, hogy amikor én gyerek voltam, nagyon szerettem úttörő lenni. És nem csak én szerettem úttörő lenni, hanem mindnyájan szerettünk. Amikor ősi foglalkozás volt, akkor boldog örömmel tettük fel a nyakkendőt, az iskola köppenyünk fehér galléria alá, és mentünk ősi foglalkozásra. Az is igaz, hogy nem volt tévé, nem volt rádió, diszkó, meg mit tudom én, milyen marhaságok, amik most tényleg elveszik a gyerekeknek a örömét. És az is igaz, hogy amikor mi úttörősködtünk, ott volt egy bizonyos összetartozás, egymásra figyelés, egymásra vigyázás. Hisz figyeltünk arra, hogy jól viselkedjen a másik, de jól viselkedjünk mi is, hisz a másik megjegyezte a rendetlenkedünk. Vigyáztunk arra, vigyáztunk a környezetünkre, vigyáztunk a nem is tudom, tiszteltük a néniket, a bácsikat, olyan, szóval gyakorlatilag ha azt nézzük, nem volt az olyan rossz, hogy szervezetten volt az ifjúságon. És én ezt próbáltam a Bagolyőrs vigyázba beleírni, hogy hátha valakinek eszébe jut az, hogy a gyerekeknek nem az a szabadság, ha kinyitjuk az ajtót és azt mondjuk, hogy menj és valósíts meg önmagad, hanem azt mondjuk neki, hogy itt a kitárt ajtó, gyere, megmutatom neked, hogy tudod magad meg önmagad. És ebbe utat mutatom. Én ezt szerettem volna átadni a Bagolyőrs vigyázz című könyvembe. Köszönöm a meghallgatást. És hogyha van kérdése valakinek, örömmel válaszolok. Hisz én is 3 gyerekes anyuka, 6 unokás, nagymama, és 7
7 dédunokás dédmóma vagyok. Talán addig még én is szóljak hozzá. Az, hogy mi úgy egymásra találtunk ismét, annak van egy olyan alapja is, hogy nem csak önállók volt, ugye 7 gyerek a családban, nálunk is 6, mi is 6-an voltunk, 6 gyerek, 3 fiú, 3 lány nevelkedett, és bizony hát ez ilyen nagy családban, ahol ugye 2 szülő dolgozik, és van 5-6-7 gyerek, hát bizony ott nagyon-nagyon figyeltünk mindig egymásra, próbáltuk egymás érdekeit megvédeni, ha a külsők valakivel ravaszkodott velünk, vagy próbált bennünket elcsábítani valami olyasmire, mire nem. És bizony előfordult az is, hogy természetesen összekaptunk, mint fiúk egymással, ugye letepeltük egymást a földre, de hát ez csak ilyen gyerekes, baráti birkozás volt esetleg egy adott pillanatban. De a lényeg, amire rá szeretnék mutatni, hogy minket is azt hozott össze, hogy mind a ketten olyan családból származunk, ahol sok gyerek volt, és mi is ugyanúgy átéltük az úttörő életet. Igaz, hogy mondjuk Békés Csabán más úttörő élet volt, én is voltam ugyanúgy, hát nem bagolyőrs volt már, én nem is emlékszem, hogy milyen őrs volt a miénk, de ott voltunk végig, mert természetesen benne, és mi is csináltunk például egy egész sportpályát újjáépítettünk, és ott volt a tornavizgánk. Tehát, amiről te is beszéltél, hogy tornavizga van, mert arról ugyanígy most nem vettél elő, mert ez is egy érdekes rész a tornavizga, de ténylegesen mi ott aztán előadtuk magunkat a tornavizgán, és az bizony tényleg egy nagyon fegyelmezett és nagyon rendezett körülmények között lebonyolított ünnepség volt. Nem is egyszer. És maga a kirándulások. Nagyon emlékszek arra, hogy voltak ezek az úttörő vitek. Világifjúsági találkozó mintájára mentünk Mezőkovács házára, az úttörők találkoztak, és hát ami nagyon jó dolog volt, hogy felöltözhettünk a úttörő ruhába, a szép ruhánkba, mert szinte az volt az egyetlen szép ruhánk, az úttörő ruha, és az, hogy elmentünk Mezőkovács házára, az egész úttörő csapat az iskolába, csoportosan vittek bennünket, és enni adtak, ami sokszor jobb volt, mint amit otthon eszünk, mert ettünk, mert bizony azért elég szegénységes időszak volt, és nem volt kivétel. Mindenki ugyanúgy élt. De ugyanúgy kevés kenyere volt, ugyanúgy kevés ennivalója volt, ugyanúgy egy száruhája volt, tehát egyformák voltunk, vigyáztunk egymásra, hogy annál azért lejjebb ne menjünk, vagy ha beteg volt valaki, akkor már vitte a másik a kis köménymaglevest, hogy na hát kapja a köménymaglevest. Valami olyan csodálatos összetartozás volt abban az időben, amit sajnos én igazából, meg gondolom másra, nem éli meg most ezeket a dolgokat. Én nekem most szerencsém van, mert olyan helyen lakok a szőlőben, hogy figyelünk egymásra. Viszont a 10 házban körülbelül olyan 8 barnyok éj a soklatnak. Tehát már nincs más dolgunk, csak az, hogy figyeljünk egymásra. Úgyhogy, mert megöregettünk, de szeretnénk visszaadni valamit a fiatalságunkból. Mert ha nem mi adjuk vissza, akik átéltünk, akkor mit fogunk csinálni? Mit fognak a gyerekeink csinálni? Elmennek a levéltárba és megnézik, hogy valakik, akik összeülnek, tízen megbeszélik, hogy mi is volt abban az időben, te meg, miről emlékszel, és akkor a szépen megírják, és akkor arról fognak majd valamit összehozni. Hát nem egyszerű, ha én mondom el, aki átéltem, meg te mondod, meg a másik, meg a harmadik. Hát ha van a gyerekek között, akit érdekel. Hát még hadd mondjam el az első bagolyásra, amit fel is tettem a Facebookra, most 22 éves az az unokám, aki 2009-ben 6. osztályos volt,
és nagyon-nagyon sokáig őriztük azt az ellenőrző könyvét, amiben beírták, beírt a tanárnéni, hogy megrója, vagy nem is tudom, mi volt az a kicsi, hogy megdorgálja, nem tudom, hogy pedagógusilag melyik, mert hogy a óra alatt a padba a Jártó Róza Babolyos Vizsgás című könyvét olvasta, a Jártó Róza a tanuló nagymamája. És ez benne volt az ellenőrzőben. És ezt olyan sokáig őriztük, de ugye be kellett írni valamit, mert hogy be kellett írni, hisz a hatodikos unokám olvasta a Babolyörsöt a padba. És nem figyelt az órára. És nem figyelt az órára. És ez azért valahogy úgy, hát örültem neki. De életemben még ilyen és ekkora kritikát soha nem kaptam, mint amit a unokámtól. Úgyhogy és ezek annyira jó dolgok, hogy az embert úgy inspirálja, hogy lám-lám, a gyerekeim, az unokáim elismerik azt, hogy a mama, nagymamának nem csak öröme van az írásban, hanem még másnak is örömet szerez vele. Úgyhogy én ezeket próbálom visszaadni a könyveimmel, ahogy ugye Gyula barátom a zenéjével. És én csak biztatni tudok mindenkit, hogy igenis csináljon valamit, igenis tegye, amit tennie kell. Még annyit még hadd mondjak el, hogy most itt, ebben a pillanatban hirtelen hárman is vagyunk, akik benne vagyunk abba az egy kulturális sajtóba, a Nyírségi Gondolatba, az Újfolyási István, mint festő és mint kommentátor, írt egy szép cikket a Nyírségi Gondolatba, és megjelent, és most jött meg reggel a újság. Gyula barátom, akinek zenerovata van, és az én, akinek pedig, hát olyan rovatom van az újságban, hogy van olyan, hogy nyírségi teje a délután, és akkor mindig én mondok el valami okosságot, azt mondják, hogy okos dolog, meg mit tudom én. De ezt fölkérnek, hogy ne erre a témára írjak valamit, és én írok, és akkor megjelenik. Hát most egy kis okosság jelent meg benne a betegségről, akármiről, hogy is mondjam, hogy ideje lassítani egy bizonyos korú embereknek. Tehát nem veszük észre azt, hogy elcsattogott már az idő vasfoga, és sokszor akkor is még megcsináljuk, és még csináljuk, és mégis csináljuk, és hát erről írtam egy memoárt, és mondom, egy újságban hárman benne vagyunk, és ez egy olyan jó dolog, hisz mind orosháziak vagyunk, Gyula ugyan Békés Csaba, de azért orosházinak is számítok. Mint a Róza Július kiadó egyik tagja. Úgyhogy ezek jó dolgok. Annyira jó dolgok, hogy... Vagy a Róza Júliusszal kapcsolatban van valakinek kérdése. Eszembe jött az, hogy jártunk idősekre segíteni, hogy őrsitalunk. Igen, igen. Söprögettünk, meg vizet vittünk az utcán. Igen. Én emlékszek olyanra, hogy ennyi hiányzott a kannából, és kiöntöttük azért, hogy segítsünk, igen, és hozzunk neki. mert hát a tele volt, és nem csináljuk meg, hát akkor nem írhatjuk be az őrsi naplóba, hogy na hát mi hoztunk neki egy kanna vizet, ezért gyorsan kiöntöttük, és de azért csak csináltunk valamit, csak segítettünk. Én 50-ben születtem, tehát én már a háborút nem éltem meg. 56-ban pedig még olyan kicsi voltam, hogy ezt megint nem úgy éltem meg, ahogy aki már idősebb korban megélte. Tehát, hogy mondom, egy gyerek minden időben gyerek tud maradni. Sohasem úgy éli meg a háború, nem úgy élte meg a háborút, nem úgy élte meg az 56-ot, nem úgy élte meg azt, hogy nem volt mit enni.
például. Ha nem volt vacsorád, lefeküdtünk vacsora nélkül, biztos forgott a gyomrunk, de nem emlékszünk rá, mert volt mese, volt akármi, tehát foglalkozott velünk az anyukánk, tehát azért voltak ilyen kis időszakok, de ezeket, hogy mondom, azok az emberek dolgoztak azon, a felnőttek, hogy ezek a dolgok ne maradjanak általánosságban rajtuk a gyerekeken, hogy megkeresték a módját, a 61-62 telén volt ez az éhínség, a levéltárban utána néztem, és igenis akkor az akkori pártvezetőség próbált körbe menni, és hát ha már Gyula barátom elővette, akkor búcsúzóról elolvasok egy verset a könyvből, a Sorszimfóniettákból. Gyerekkori emlékem, csillagporból vacsora. A bögrét két kezéből letette, kötény zsebében pogácsa, sorba tönte kedvesen, a padlás lépcsőfokán sorba ülő pulyába. Maszatos kis orcájukon a redőbb csikia remegett, ahogy a sorba ülő hét gyerek a sápadt arcú mama mókázásán boldogan nevetett. Sötét formán ezer csillag ragyogott, belvilágítva a lépcsőn ülők haját, kik az éjségtől csillogó szemmel a mama mókázásán felhőtlenül kacagok. Bádog bögre a kézbe, a cukros forró eszeteste is fogyott, a mama öntögette szépen sorba a piros pöttyös hannából, amit magával hozott. A vacsora ennyi volt, mókázás maradt, megtört szemű anyám a pogácsát osztogatta, nem vétve el a sort, etetve a gyermekhadat, még magának a zsebébe semmi sem maradt. Köszönöm szépen! És hát először is engedjétek meg, hogy kedves és tiszteleteljes alkotó társamat megajándékozzam egy könyvvel, és Koszorús Oszkárt is. Júcikám! Köszönöm szépen, hogy elindult az a 10 éve tartó, végén is alkotói pálya, úgyhogy mindenkinek meg kellene írni a saját dolgait. Hát még egyszer gratulálok. Köszönöm szépen, és én köszönöm, hogy elindítottál az utamon. Mert úgy láttam, hogy te egy szorgalmas író vagy, aki hát írja a saját dolgait, és hát úgy éreztem, hogy ez egy kis biztatás akkor. Igen, és hagyd mondjam el, hogy az egyik író-olvasó találkozón nevetve mondtuk, hogy meséltem, hogy az Oszkár azt mondta a novelláim, első novelláimra, hogy Rózám, ez nem rossz. És akkor kitört itt a nevetés, és mondták, hogy akkor te megkaptad az Oszkár díjat. Mert hogy azért Oszkár nem dicsérget a sűrű, és hát igen, megkaptam. Most megmondhatom neked, hogy az első nincs meg nekem. Hát nekem már egy van. Tudom, de annak idején én árultam is ezt a könyvet. Igen. És te nyilván ugye mindig hoztál nekem, vagy tizet, én mindig elszámoltam tízet, de végül is úgy de voltam, hogy én nem veszem, marad. Megmondom, mert én majd adsz be, de sohasem adtál. Hát ezt csak most elmondom, hogy nekem nincs meg. De most már kollégám, megnézem, hogy mit írtam 10 évvel ezelőtt, mert én ezt nem láttam. Na hát, még 10 év múlva is találkozzunk. Na. Köszönöm szépen, Rózám. Úgy gratulálok neked. Boldogát ezt azért nem tudjuk mi. Tudod, hogy ez meg van, ezt imádtam. Nehez, azt a sok lenne. Ennyi az. Ez a hotel. Ez a hotel.
nem elment idő volt a nagyon jó. Nem ezért. Hogy nem nagyon nem akart, mert nem volt mit tenni. Akkor az én egy gyártod, azt hiszem, van egy szakos. Hogy nem tudott mit tenni. Köszönöm én is. Igen, igen, eljutott, és akkor. Igen. Ha már ne is van írva, akkor történelmek lesz. Tessék, jövjünk. A megyek, a többi, de a felállásban nem csinálom.
annyira remek, meg kormos. Most az a gondom, hogy megy végig a barátok. Tudom én, hogy ez egy gyerek, de úgy meg is. Olyan verseny, ami egyébként gyerekkorban csak szívánik a legelőször elmondtam, és én nem tudom. Mi annyiért adjuk a Igen, a Nemzeti Filmfesztiválon, aki meghívott bennünket, az Hogy gondold el, hogy hamisították a könyveket, a bagolyások. Hogy? Ott a Gyula megmondja, hogy elmentünk a... Gyakorlatilag elvittük egy ilyen terjesztőnek a könyveket. És akkor 400 könyvünk ott volt nála, és azt írta nekünk, két hónap után egy darabot nem tudtam. Ezt mondtuk, hogy anyád, én itt 60 nap alatt 179 a nyugtával otthon, ezt még cég vagyunk, nekünk le kell nyugtázni. És hát ő nem tudja. Hát anyád, hát azt mondja, nem érzed előre, vagy nem teszed, vagy hátra teszed, vagy a jó, elmondtuk a könyvet. És akkor nézzük, kilapoztuk volna a papírosot, hát így volt bekötve, hogy itt, ahogy kincsottad, itt volt a hátulja. Így elől, itt meg a hátulja. Hát rosszul volt bekötve. Összebekötve. De azt nem mi kötöttem. Hát az látszott, mert egy picit más színű volt, egy kicsit nagyobb volt. Igen, van, hogy én is tudom azt, hogy vannak sokan, akik eladják, azt nem számolnak el a pénzt. Nem is számolnak. Még egyszer köszönöm.
Én is nagyon szépen köszönöm. És akkor mi találkozunk? Találkozunk az utcán, hogy ballagén biciklizek. Jó van, szervusz, 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 hogy itt voltam, és további egészséget, ez azért marha meleg van most. Igen, igen, és gondold el, hogy viszik ezek a családjai, tovább megy Gyulának a Szegeden élő lánya, a férjével, Szolázó Lorenzo, a Frederico Lorenzo a veje, egyetemen tanár, ilyen filozófus. És akkor megalapították a Krémot, az a neve, és nemrég a Sosszintia volt, aki ők ketten mutatták be Szeged városán. Látom, hogy a Radnai Pistának is lájkolsz,